Continental Premium adoncsok német technológiával. A rovat támogatója a Car Guarantee. Garancia új és használt autóra egyaránt. Ó, hát ezt a mozgásterapeuta írta föl neki szerintem. Gyógytornász. Hát egy hajszálon volt az élete. Azt nem írták föl. Megmerem kockáztatni, hogy ez a fehér autó többel ment, mint a megengedett. És ugye van a gyalogosnak a szabálytalan áthaladása, és akkor utána itt jön az, hogy ki a hibás. Gyors hatása jut eszembe, nagyon sok kommentet, hozzászólást kapunk, miszerint a rendőröket leginkább autóban ülve fényképezőgép mögött látják az emberek. És hogy a rendőrök leginkább gyors hajtókat fotóznak, hogy pénzt csináljanak. Tehát a látható rendőrséget hiányolják, hogy a járőrözzenek vagy sétálgassanak? Nem tudom, cáfoljátok meg ezt, hogy nagyon sokat fotóznak a rendőrök, ezt akartam kimondani. Ebből az esetből is tanulva azt gondolom, hogy talán itt csártott volna, hogyha a sebességet mérnek. Vannak azok az új eszközök, amik már úgymond fix telepítésűek, tehát azon útszakaszon, ahol rendszeresen megszegik a közlekedési szabályokat és gyorsabban mennek, mint a megengedett sebességhatár, ott egy automata eszközök dolgoznak, és oda nem kell rendőr, ott elég, hogyha az eszköz benne van abban a dobozban, és ő teszi a dolgát. Mindegyik működik? Igen. Tehát nincs olyan, hogy kint van egy doboz, amire úgy gondolnánk, hogy abban a kamera van, és közben nincs. Ilyen mondat hallottam, azt hiszem, M0-es vagy M7-esen talán. Városi legenda. Ez azért durva. Szétrobbant a kereke. Én az ekkora méretű tehergépjármű mögött mindig megfelelő követési távolságot tartok, nem véletlenül. Egyszerű fizika, egyszerű fizika egyébként, ugye a terhelés, hogy pont ugye a jobb oldali kerekekre esett, a gumiabroncs nem tudjuk, hogy milyen állapotban volt, feltételezem már nem a legújabb volt, el is durran. Ebből lehetett volna azért komolyabb sérülés is. Elég lassú a mozgása az úrnak. De már nem fiatal. Hát... Mi folyik itt a fejekben, vagy az erekben? Azért ezt nem vélelmezném, hogy ittas lenne. Nem tudom, ezt már nem tudjuk meg. Hát én már láttam ittas embert, az nem így nézett ki azért. Nem is tudott lenni, igazi? Hát... Igen. Van az a kor szerintetek, amikor már nem kellene vezetni? Nem feltétlenül a korhoz, inkább a fizikai állapotot is kellene, meg egyéb körülményeket. Tehát nehéz, van olyan 60-70 éves, akinek azt mondanám nem, de fordítva is. De akár 80 évesen is még tök jó fizikai állapotban van, ugyanúgy mentálisan is. Kinek mikor jön el? Annyi, hogy a reakcióidő az változik, tehát azt nem tudjuk mondani, hogy mondjuk 60 felett mindenki ugyanolyan gyorsan tud reagálni egy adott helyzetben, ezért macerás azt mondani, hogy senki ne vezessen mondjuk nem tudom 65 felett. Tehát ez az úr úgy gondolja, hogy ez így jó és ez így rendben van, akkor mentálisan alkalmatlan a vezetésre. Ez szerintem feletti idegesítő, mármint amit az autós csinál. Arra gondolsz, hogy gyök kettővel kikanyarodik a motoros elé. Erre gondolsz. Aki ő hirtelen felindulásból lerúgja a jobb oldali visszapillantó tükröt. A sztori folytatását azt nem minősítettem, csak az, hogy az a gyök kettős kikanyarodás az több, mint idegesítő. Ebben egyetértünk, figyelmetlen volt a járművezetője. Egy szabálysértésből lett egy bűncselekmény. Köszönjük, hogy velünk voltak, mindenkinek minden jót! A rovat támogatója a Car Guarantee. Garancia új és használt autóra egyaránt. Kövess, iratkozz fel, szedd alá!